Sok szeretettel köszöntelek benneteket élőben, Vitális Viki vagyok, videó és life coach, Kanadából, Vancouverből jelentkezek élőbe, és bízom benne, hogy van új nézőnk is, aki még nem találkozott a Report Rendezvous-val, mert Editnek a követője, hamarosan érkezik hozzánk Edit, ő is szintén Kanadából, csak a túlvégről, úgyhogy pár pillanat, és már is kapcsolom őt. Kérlek, nekem jelezzetek, hogy jó-e a hang, jó-e a kép, látom, hogy valaki írta, hogy nem kezdődött, vagy én bénázok valamit, nem, ez egy élő broadcast, amit ugye én indítok el, és egy időben, real time-ban valóban itt vagyunk, tehát többségében nyilván magyar nézők Magyarországon, de szerte a világon, ahol éltek, ez ahova a link elkerül, ott elindul az adás. Aki még nem ismerne, Vitális Viki vagyok, Kanadában élünk jelenleg, előtte Svájcban, aztán Magyarországon, otthon Magyarországon a TV2 tudósítója voltam, és miután három csodás kislányunk született, így újra terveztem a munkámat, és online dolgozok jelenleg most innen. Ennyit egyelőre rólam, aztán majd még lesz szó erről természetesen, és meg is mutatom, hogy hol tudtok engem elérni. A Kell a Sztorid a világnak az egyik küldetése az én munkámnak, ezek ingyenes riportok, ahova lehet jelentkezni, és olyan sztorit hozni, amin már te túl vagy, egy olyan sztori, ami segíthet másoknak, energiát, erőt adhat, lelkesíthet, sorolhatnám azokat a szavakat, amik felemelő energiák, úgyhogy ez az én szándékom, és ma Edit volt az a bátor jelentkező, aki itt van velünk élőben, és elmeséli az ő történetét. Úgyhogy bízom benne, hogy itt lesztek, jó a hang, jó a kép, köszönöm Teneriféről, jaj, de jó! Írjátok meg, kérlek, hogy honnan vagytok, jó? Akár élőben nézitek, akár pedig felvételről, mert nagyon fontos ez az energia, ami összeállhat itt földrészek között is. Nekem ez egy másik nagy szándékom, van is egy ilyen másik riport sorozat. Szóval, már is mutatok mindent, mert nagyon érdekes lesz és izgalmas, 30 percet fogunk beszélgetni Edittel, és nyilván ez a sorozat egy külön része is majd a YouTube-ra is felkerül, tehát nem csak élőben nézhetitek meg, hanem a felvételt is megnézhetitek, és mindenképpen, ahogy mondtam, arra hív titeket, és mindenkit, ahova eljut, hogy segítsünk azoknak, akik esetleg hasonló cipőben vannak. Ugye Edit bántalmazó kapcsolatból menekült el, idézőjelben mondom, de ő el fogja mesélni, hogy ezt mindezt hogyan. Nem célunk senkinek az utólagos bántása, vagy utólagos bírálata. Edit önmagáról fog mesélni, hogy ő benne mi hogy zajlott le, és hogyan tudott, milyen hittel tudott túllépni bizonyos dolgokon, és itt több évtizedről beszélünk, majd meg fogjátok hallani. Úgyhogy már is hívom Edittet. Egy pillanat türelmet kérek tőletek, és itt lesz velünk rögtön. Hello, hello, Edit! Hello, Viki! Szeretettel köszöntök mindenkit, és meg szeretném köszönni, Viki, hogy ilyen alkalmat adtál számomra, hogy elmondhassam a történetemet. Hát nagyon szívesen, én köszönöm, mert ez bátorság jelentkezni, úgyhogy már megtetted azt a nagy lépést, amit én szándékként kiküldtem az univerzumba. Tényleg, illetve azt el kell, hogy mondjuk, hogy te most már 30 éve Kanadában élsz, úgyhogy azért a nézőknek mondom, hogy ha néha nem találod a magyar szavakat, akkor az ezért van, én foglak téged segíteni, úgyhogy semmi gond. No hát, drága Edit, hogy vagy? Mondd el kérlek, hogy honnan jössz, ugye először is, mert nagyjából tájoljuk be, és milyen energiából? Jelenleg Orangevillebe, Ontario tartományba élek, ami Torontótól körülbelül egy órányira van, és már itt élünk 13 éve. 13 évvel ezelőtt kezdődött a nagy változások időszaka, amikor ki kellett lépnem egy nagyon rossz házasságból. Évekbe tellett, majdnem 2 év, mire rászántam magam több okból kifolyólag is, hogy ott hagyjam a volt férjem 2 általános iskolás korú gyermekemmel. Végül is csak egy batyút, becsomagoltuk az autóba a legfontosabb dolgokat, és egy rozog autóval 3 órányira újra kezdtem az életem a 2 gyermekkel. Wow! Azért ezt így, ahogy most elmondtad, és ezt így mind egy levegővel, egy mondatban, már ez egy nagy energia, köszönöm neked. Hú, nehéz is a téma, meg nyilván akik hallgatnak, nézőknek mondom, ha nem is élőbe, de majd felvételről, lehet, hogy sokan vannak, vagy voltak hasonló helyzetben.
Arról mesélj kérlek egy nagyon röviden, hogy te mikor kerültél Kanadába, és itt hány évről beszélünk, mert ugye itt ez egy hosszú idő. Igen, tehát 1990 végén kerültem ki, otthon tanítóként dolgoztam, és végül is én hivatalosan jöttem ki munkavállalási engedéllyel azzal a céllal, hogy az angol nyelvtudásomat gyarapítsam, mert akkor már angolt kezdtem el tanítani az általános iskolába. Aztán közben megismerkedtem a férjemmel, és 4 év itt lét után házasságot kötöttünk. Aztán megszületett a fiam, később pedig a lányom, de hát sajnos ugye a házasság nem jól indult. Többféle munkavállalásom is volt a tanítói pályára, nem tudtam igazán elhelyezkedni több oknál kifolyólag is. Ez akár egy külön riport témája is, ugye én is itt Igen. Kanadában élek, a munkavállalás külföldön, ez egy nagyon érdekes történet, de azért így, hogy tanító voltál, és valójában ma is vagy, így idézőjelben mondom, mert ugye erről is fogunk majd beszélni, hogy ma mivel foglalkozol, ez tényleg egy csodálatos út. Közben mutatom neked, fel is olvasom, tehát már innen jönnek nézők, Budapestről Antal köszönt minket, aztán Arizonából van itt valaki, Csenge, üdvözöljük, aztán Gyöngyi Budapestről, biztos lesz az ismerőseid közül is több ember, és utólag is kérlek titeket, ha nézitek, írjátok meg, küldjetek üzenetet Editnek, mert ugye ez egy kontinensek között, ez még egy jó érzés is, hogy ott vannak, gondolnak rád, figyelnek, hallgatnak, mert bizony nem könnyű egy-egy ilyen történetet kihozni. 13 év, kitettem ezt én feliratban is. Életedben ez a 13-as, de sokaknak amúgy forduló pontok, tehát 13 évben történt, hogy elhagytad a férjedet, és előtte 13 évig voltatok együtt, ugye ezt megbeszéltem a riportban. Hát ez tényleg hosszú idő. Hol volt az a pont, amikor te úgy érezted, hogy váltanod kell, hogy valóban itt vagyunk, két kicsi gyerek, említetted, hogy iskoláskorúak, mik voltak ezek az okok, illetve benned hogy zajlott, engem inkább az érdekelne mindez. Igen. Hát körülbelül olyan 11 év után érett meg bennem a helyzet, hogy változtatni kell a házasságon. Én próbáltam megfoltozni a zsákot, de nem sikerült. Tehát csak egyoldalú volt a változásoknak a célkitűzése, a másik oldal nem akart változni. És láttam a gyermekeimen, hogy a rossz házasság nem tesz jót nekik egyáltalán. Láttam a kislányomon, akkor még 7 évesen volt, hogy félt az apjától. És ez a látvány döntött, ez a látvány hozta meg a döntést, ugye? Igen, elhatározás. Hoztam meg az elhatározásomat, hogy változtatni kell. Megpróbáltam egy utat, az zsákutca. Egy olyan útra kell mennem, amely nem zsákutca, és a gyermekeim és az én számomra is egy jobb élet felé vezet. Honnan hívtad a bátorságot elő? Tehát azért ugye szóbeli bántalmazásról beszélünk, ezt te nekem elmesélted, nyilván nem ez a célunk, hogy erről beszéljünk hosszan, de azért a félelem gondolom jelen volt, illetve hol hívtad be a bátorság energiát? Mert nincs bátorság félelem nélkül azért ezeket. Igen, hát volt félelmem, de szerintem a bátorságom nagyobb volt, mert a gyermekeimnek egy jobb jövőt szerettem volna adni. Tehát, hogy ebből a sablonból kiléphessenek, és ne ez legyen számukra a példa, amikor felnőnek, hogy így kell élni, ahogy mi éltünk. És én mindig magamat egy, úgy mondják angol, hogy tomboy, tehát egy ilyen fiús lány voltam, ezt az általános iskolás osztálytársnőm, nem tudom, hogy nézik-e, de én megvédtem a lányokat, meg a fiúk is futhattak előlem. Szóval én a férjemtől fizikailag nem féltem, fölmertem állni elé, és megmondani, hogy ott fogom hagyni, bár nem vette komolyan. Tehát ő azt hitte, hogy én nem merem venni a bátorságot, mint egy bevándorló, akinek minden családtagja Magyarországon él, nekem csak itt ismerőseim voltak, jó szomszédok, barátok, tehát nekem családi támaszom itt nem volt, ami azt hiszem, hogy sokkal nehezebb
mert egy szomszédra, egy barátra nem lehet úgy támaszkodni, mint egy jó családtagra. Kitől kaptál érzelmi segítséget akkor, ha kaptál? Ott, ahol laktunk, az egy üdülő környezet, és én úgy hívtam, hogy pótmama, mert csak pár évvel fiatalabb, mint az anyukám, és ő nagyon segített. Tehát csak ő tudott erről a dologról, hogy én ott hagyom a férjem. Ő segít. Hány éves voltál ekkor? Én akkor már, igen, csak 44. Tehát már nem fiatal voltam, mint mondjuk a Prokop Zsuzsi, akivel a riportod volt szombaton. Én már akkor benne voltam a korba, és úgy vettem észre, hogy beszéltem több hasonló helyzetű anyukával is, hogy amikor már egy bizonyos kort elérsz, sokkal nehezebb kiszakadni a házasságból, mert akkor azt mondják, hát akkor ott hagyok mindent, hát ott az autóm, ott a házam, akkor mi lesz nekem, újra kell kezdenem az életem? Igen, én teljesen újra kezdtem az életem, végül is ugyanúgy újra kezdtem, mint amikor kijöttem ide Kanadával. Tehát nekem nem volt új. Új volt, mert teljesen mások voltak a körülményeim. Amikor kijöttem, egyedül voltam, tehát nem volt rizikó, volt állásom. Amikor elhagytam a férjemet, akkor rizikós volt, mert ott volt két kisgyerek, akit el kellett látnom, munkát kellett keresnem, lakást kellett keresnem, és biztosítanom kellett számukra a megélhetést. Mit tartotta benned a hitet? Tehát menjünk vissza csak egy tényleg röviden arra a pillanatra ott. Tehát összepakolás, és úgy, ahogy a filmeken látjuk? Nem akarom elbagatelizálni, de... Nem teljesen. Én tudtam, hogy probléma lesz abból, hogyha csak összepakolom a batyumat és elhúzom a csíkot. Ez a pótmamámnak az egyik lánya ügyvéd. És ő mondjuk nem válásokkal foglalkozik, de kikértem a tanácsát, tehát ő tudta, hogy ott fogom hagyni a férjem, hogy hivatalosan hogy lehet úgy elhagyni a másikat, hogy ne legyen probléma belőle. Mert tudtam, hogy probléma lesz belőle, ugyanis a férjem a rendőrséghez ment, hogy én elloptam a gyerekeket, és valószínűleg kivittem az országból, és hazautaztam Magyarországra. Tehát én írtam neki egy levelet, fölhívtam, tudtam, hogy mikor nincs otthon, és értesítettem, hogy egy levél vár rád itt és itt a lakásban, és olvasd el. Tehát annak alapján leírtam, hogy elhagytam, mert ez és ez az oka, és olyan helyen vagyunk, ahol biztonságban vagyunk tőle. Hova tudtál menni ekkor? Biztonságban tudtam menni. Szerencsére itt a kanadai, illetve a tartományi, tehát állami segítséget kapnak azok a szülők, illetve családok, akiknek ilyen problémáik vannak. Sajnos nekem is igénybe kellett vennem ezt a lehetőséget, mert nem volt hova mennem. Mehettem volna a rokonhoz, de a rokont nem akartam belevonni ebbe a szituációba, mert végül is a férjemnek a nagynénje volt. Tehát a kanadai segítséget kaptam. Vannak olyan szállások, illetve úgy hívják, hogy women shelter, ahol egyedülálló szülők mehetnek oda a gyermekükkel, és átmenetileg biztosítják számukra azt, hogy újra kezdjék az életet. Tehát én is így kezdtem újra az életemet, tehát volt tető a fejünk fölött, volt ételünk, és akkor kezdtem el azt az utat, ami végül is el kellett, hogy kezdjen. Mi volt a legnehezebbed itt? Mi volt az, ami azt mondod, hogy ez soha többet? Azt nem mondom, hogy soha többet, csak az, hogy szóval nehéz volt, mert egyszerre háromféle dologra kellett koncentrálnom. Arra, hogy beadjam a vállópert, vagy a separation, arra, hogy lakást keresek, és arra, hogy munkát keresek, és még ellássam a gyermekeket, legyen ennivalónk, legyen ruházatuk, az iskolával foglalkozzak. Szóval ez nagyon-nagyon stressz, nem tudok beszélni. Mondtad angolul is, igen, stressz volt. És
aztán egy este leültem, mikor már a gyerekek elaludtak, és elgondolkoztam, hogy ezen változtatni kell, és hogyan tudom megoldani ezeket a dolgokat, amely, mert mindegyik fontos volt. Mindegyik fontos volt, hogy el legyen intézve. Tehát ez nem várhatott magára. Azt beszéltük ugye az előriportban, mert nagyon komoly előkészület van ennek a riportnak, hogy kitűzted a célokat, és step by step haladtál, és hogy ez egy jó tanácsod bárkinek is, akinek ma ez jó tanács lehet itt, hogy ez neked sokat segített. Ne egyszerre mindent, hanem tervszerűen. Hogy is volt ez? Tehát a három legfontosabb dolgot rendszereztem, és fontossági rendszerbe állítottam, és annak alapján tűztem ki a napi, heti, illetve havi céljaimat. Ez segített abban, hogy teljesen koncentrálni tudjak arra a dologra, arra a projektre, feladatra, amit végre kell hajtanom, és amikor már azt elértem egy olyan szinten, hogy folytathattam egy másik projekttel, akkor kezdtem el. Tehát így nem voltam stresszes, nem voltam fáradt, nem volt, mert teljes, minden meg volt szervezve. Tehát lépésekben kidolgoztam, hogy hogyan valósítom meg a céljaimat. Pozitívan álltam hozzá, bíztam főleg abban, hogy ezt meg tudom csinálni, meg meg kellett, hogy csináljam. Tehát olyan magabiztosan álltam a dolgokhoz, amikor segítséget kellett kérnem, akkor segítséget kértem, és elmondhatom, hogy a kanadaiak nagyon, nagyon segítőkészek, amikor egy vállásról van szó, lakáskeresésről, munkavállalásról. Én nekem nem volt negatív tapasztalatom. De aztán igen. Bocsánat, csak közben erre reflektálni szeretnék, mert önbizalomról beszélünk, magabiztosságról, azért el tudom képzelni, hogy itt erősen megtépázza mindezeket ez a helyzet. Honnan merítesz? Honnan bízol? Honnan érzed, vagy érezted? Ugye itt a múltról beszélünk, mert aki majd, vagy hasonló helyzetben van, ő is lehet, hogy fél, lehet, hogy azt mondja, hogy nem vagyok elég ehhez. Ugye nincs pénzem, nincs mit, függök a férj, sorolhatnám ezeket. Benned hol volt ez a bizalom, önbizalom? Én mindig úgy érzem, hogy elég magabiztos voltam, meg erős, és meg volt a hitem abban, hogy végre tudom hajtani. Tehát egy pozitív hozzáállásom volt. Tehát mindig mondtam magamra, ezt meg tudod csinálni, ezt végre kell hajtanod. Ez segített abban, hogy elérjem a céljaimat. Tehát bízni kell magadban, és arra, hogy képes vagy elvégezni a rád váró feladatokat, és kiegyensúlyozottnak kell lenni. Az nagyon fontos, hogy igen, kiegyensúlyozott legyél, és hogy csak pozitív emberek, illetve barátok legyenek körülötted. Volt egy olyan hölgy, aki szintén hasonló szituációban volt, mint én. Nagyon kedves volt, aranyos, de aztán valahogy úgy éreztem mindig, hogy ahogy beszélt, olyan negatívumok jöttek ki a szájából, és nem tetszett, és aztán rájöttem, hogy végülis le akar húzni az őszintjére. Tehát, hogyha úgy mondjam, én az árokba voltam, én ki akartam mászni az árokból, ő is az árokba volt, ő visszahúzott. És el kellett távolítanom a belső körömből, mert nem jó hatással volt rám. Tehát nem segített a céljaim elérésében, hanem visszahúzol. Nagyon fontos. Az lenne a tanácsom, hogy csak azokkal az ismerősökkel, barátokkal legyetek közös, szoros kapcsolatban, akik segítenek, amikor ilyen problémákat kell megosztani. Hány hónapig vagy évig tartott az, amikor már azt tudod mondani, hogy na, most egyenesbe jöttem, ott van az a lakás. Ugye itt bérelt lakásokról beszélünk Kanadában, ez ugye nagyon gyakori is, de laktál ezen a anyaszálláson, talán így fordíthatjuk. Igen, egy körülbelül 6 hétig, annyi a maximum, közben sikerült munkát helyeznem, utána pedig egy úgynevezett második stage van, második
rész, Vizsgálat, igen. amikor adnak neked egy lakást, és ott élhetsz 6 hónapig. De akkor már kell, hogy lakást keressél nagyban, mert 6 hónap után te nem Milyen találsz. munkád volt? Hát, amit kaptam, ugye hát tanítóként nem helyezkedhettem el, mert az egy újabb, másik történet. Elmentem egy, ahol sieltek, hogy a fiam tudjon snowboardozni ingyen, mert ugye nem. A fiam az imádott snowboardozni, de hát én, nekem nem volt arra pénzem. Úgyhogy így ingyen snowboardozhatott. Egy ilyen, végül is ilyen kafetériában dolgoztam, egy szállodában, részmunkaidősben, akkor elmentem a kórházba, a konyhán dolgoztam részmunkaidőbe, és az egyik általános iskolába pedig ebédeltettem gyerekeket, illetve segítettem nekik, amikor problémáik volt. Tehát ott hasznosíthattam a tanítói Igen, igen, képzettségemet. Tehát igen. ez a 3 munka volt, és aztán az egyik az megszűnt, a síeléses, és akkor már elkezdtem a takarítás felé húzódni, mert igény volt rá, és elkezdtem a takarítói vállalkozásomat És részmunkaidőben. itt jön a lényeg most, ugye, hogy itt vagyunk a jelenben, és ez már 13 év után ismét, milyen érdekes, hogy neked van egy kis céged azóta. Igen, És hát már ebből alakult. Igen, 13 éve virágzik, akkor részmunkaidőben kezdtem el, és 3 év után már teljes munkaidőben dolgoztam, akkor már nem volt kórház, nem volt iskola, és pár év múlva már annyira elfoglalt voltam, hogy 2 részmunkaidős alkalmazottam is volt. Nem Wow. állandóan, de idény jellegűen. Gratulálok, gratulálok, nagyon, nagyon tényleg példaértékű. A gyerekek most mekkorák, mert nyilván itt már az idő felettük is megy, és ők hogy reagálták, akár akkor, akár utólag? Hát a fiam akkor 12 éves volt, most 25 lesz. Tehát már akkor betöltötte a 12-t, mikor ez történt, mert augusztusban lesz 13 éve, hogy ez történt. A lányom akkor 7 volt, tehát ő 20 lesz. Nagyon nehezen vették, mert ők nem tudták, hogy mi hova megyünk. Tehát az úgy volt, hogy mi megyünk a Wonderlandre 2 napra, és majd 2 nap után hazatérünk. És amikor mentünk volna hazafele, akkor közöltem velük, hogy nem hazamegyünk, hanem máshova, mert ez is ez a szituáció. Megdöbbentek, de nehéz volt számukra, nagyon nehéz volt, mert az apjukat nem láthatták egy ideig, de aztán ezt kidolgoztuk, megoldódott a probléma. Én soha nem beszéltem rosszul az apjukról, tehát az én gyermekeim apjáról nem beszélhetek negatív dolgokat, mert az ő apjuk. És ez most jött ki pár év után, hogy a fiam most már megérti, hogy miért hagytam ott a volt férjem. A lányom is, bár ő kisebb volt, tehát ő másképp áll a dolgokhoz, ő soha nem volt közel az apjához. Mert Mit adtál nekik szerinted, azon kívül, hogy egy biztonságot és szabadságot az én nézőpontomból, mert mi lett volna, ha, ugye, ha ott maradtok? Mi lett igen. volna, ha ott maradtok? Kezdjük ezzel. Igen. Hát azt hiszem, hogy adtam egy jó lökést az életbe ahhoz, még nem későn, hogy rendes emberek legyenek. A fiam 25 éves, már lakás, már háza van. Tehát előrébb van, mint én. És egy boldog kapcsolatban van. Remélem, hogy adtam neki egy olyan példát, amiből tudja, hogy kell bánni a másik féllel. Tehát, hogy tisztelje a másikat, és ne csúnyán beszéljen a másikkal, vagy rágalmazza. A lányom még nincs ilyen cipőben, de én úgy gondolom, hogy ő is megkapta azt az erőt tőlem, amire szükség van, hogy az életben boldoguljon. Mind a kettő. Mert 20 éves sincs, de már lakásbérel, egyedül. Ezt autója van, fizeti a részleteket. Legtöbb gyermek, igaz, hogy azok egyetemre, főiskolára mennek, ugye rá vannak szorulva a szülőkre, de azt sem tudják, hogy kell bevásárolni.
Ő megoldott minden, berendezte a lakását, minden segítség nélkül. Tehát Wow. dolgozik. Mi lett volna, ha akkor ott maradsz itt? Hát szerintem nem lett volna jó. Annyira rossz volt a szituáció, hogy vagy én kerültem volna valami kórházba, tehát hogy összetörtem volna, vagy pedig a gyermekeimmel nem fejezték volna be az iskolát, vagy elszaladtak volna, vagy... Igen, jobb is nem erre gondolni, nyilván csak kíváncsi vagyok annak tekintetében, hogy ma már így 13 év azért hosszú idő, igen. Hogy mit hozunk ki belőle, és ez másoknak is segítés és példa lehet. Hogy látod magad, hogy mondjuk vegyünk 10 évet, de lehet 13 is, hogy látod a jövőt önmagad számára? Én pozitívan látom, én szeretem a változásokat, mert akkor nem lennék Kanadában, nem lennék itt, nem lennék, és a többi. Én úgy látom, hogy az üzletemmel most egy új ösvényre mentem veled, Viki, és nagyon köszönöm a Paticának, aki eljárult hozzá, neki köszönhetem, és egy másik ösvényre léptem, de hogy még milyen útra jutok a takarítással és a pedagógusi tapasztalataimmal, azt még nem tudom. Szóval még nem látom tisztán, de látom, hogy valami formálódik. Így van, körvonalazódik, igen. Igen. Tényleg fantasztikus. Amúgy térjünk erre vissza, csak nagyon röviden, hogy tényleg van egy tanítói végzettséged, nekem is van, meg még több más van például nekem is, de sokaknak kijövünk külföldre, és az egész, mintha nulla lenne. Mintha nem léteznénk. Szóval itt, amikor az önbizalomról beszélünk, ha csak azt vesszük, hogy vagyok valaki otthon, vagyok valaki itt, egy kapcsolatban, aztán vagyok valaki egyedül a gyerekeimmel, hogy definiálod ugye magad. Igen. És azért ebből önbizalmat építeni, hogy egy tanító, és én váltig állítom, hogy a tanítói szakmát, nem tudom, hogy hol, ahol éltem, ott láttam, nem becsülik meg annyira, mint amennyire meg kéne. Igen. Hogy látod-e azt, és ugye itt az kéne, hogy újra tanulni, Kanadába tanulni, kanadai diploma, stb. Stb. Hogyan látod, és a takarítás is, volt másik vendégem is, akinek lett takarító cége, és fantasztikus, hogy ez egy olyan virágzó üzlet, ez is, és még sok más üzlet. Tehát, amikor te látod önmagadat, vagy akár majd az unokákkal, akkor van egy víziód, van egy nagy képed erről. Csak kicsit játszunk ezzel. Most ezzel megfogtál, mert még annyira messzire nem volt. De úgy gondolom, hogy valahogy a tanítás az mindig hiányzott. És amikor én az iskolába dolgoztam részmunkaidőbe, ezt észrevették rajtam, hogy én nem úgy állok a gyermekekhez, mint egy szülő, egy idegen, aki most csak érted. A velük lévő kontaktus teljesen más volt, és ma is, ha úgy alakul, hogy általános iskolás gyermekekkel, vagy még kisebbekkel is kapcsolatba lépett, mert a videó, volt egy videóm, ami révén kapcsolatba kellett lépnem gyermekekkel, akkor nincs probléma. Szóval én szeretném a tanítói tudásomat a jövőbe használni a takarítással, vagy a videózással, mert szerintem minden majd csak a élőbe lesz, vagy a videózásra fog menni. Tehát, igen, ez egy fontos pillanat a sokunk életében, az online és a videó. Ugye én videókócsként ezt tanítom is, és úgy látom, hogy nem csak nálad, sokaknál ez új területeket mozgat meg. Már a belsőben, ugye, hogy milyen ötletek jönnek, ezért kérdeztem az ötletet, de ki fogja ez magát fordni mindenképpen, úgyhogy én sok sikert kívánok ehhez. Végezetül, mert hamarosan vége is a riportnak, úgy szalad az idő, közben nézem, akik írnak nekünk, sziasztok, sziasztok. Tehát mit üzennél, hogyan tudod ezt összefoglalni, ami benned lezajlott? Mert tudom, mindenki más, hogy reagál, távol álljon tőlünk, hogy ugye kéretlen tanácsokat osztogassunk, de benned mi a nagy konklúzió mindebből? Én úgy érzem, hogy mindenképpen bízzál magadban, legyél kiegyensúlyozott, pozitívan állj hozzá a dolgokhoz, legyen célkitűzésed, és tervezd meg, hogy hogyan valósítod meg a céljaidat.
Így van. Ezek nélkül nem. Tehát ha nincs terv, csak hát most ezt csinálom, azt csinálom, nem fog megvalósulni. Tehát nagyon egyenesen és konkrétan írd le. Én azért írom le, mert én vizuális vagyok. Tehát, hogyha csak mondom, hallom, az nem marad meg úgy a fejemben, mint hogyha leírom. És az segít abban, hogy gondolkozni tudsz. Ja, most ezt kell csinálnom. Ja, most ez a következő lépés, mert leírta, tehát tudni fogod, és nem kell kapkodni. És csak pozitív segítséget vegyél magadnak. Tehát negatívat küld el. Mert van erre egy példám is, ezt nem mondtam el neked, több is. Amikor takarítottam részmunkaidőbe, segítettem. Tehát volt egy hölgy, aki rákos volt, és az iskolába tanított, és a kollégái azt mondták, Edith, gyere takarítani, kifizetjük neki. És én azt mondtam, wow, ledöbbentem, hogy milyen rendes kollégák. És azt mondtam erre, hogy ha te kifizeted, akkor én egy órát ingyen adok. És ahogy ez megtörtént, egy héten belül valaki felhívott, hogy takarítani kell nála. Akkor volt egy másik eset, hogy tolókocsiba volt a hölgy, segített, elkezdtem segíteni neki takarítani. Egy héten belül, vagy két napon belül valaki telefonált, hogy takarítani kell nála. Tehát így, ez 3 év, amikor részmunkaidőből, teljes munkaidőbe kezdtem el dolgozni. Tehát jó cselekedetek jöttek vissza hozzám, és én ebben nagyon hiszek, mert ezt minden nap be tudom bizonyítani, amikor valami jót teszek, jól jön vissza hozzám. Így van. Ez nagyon fontos üzenet. Az jutott eszembe, képzeld, hogy a kislányom, a legnagyobb lányom, aki még kicsi, osztályfőnöke, akivel most volt ebben az évben az órájuk, mert itt ugye Kanadában minden évben új tanár érkezik, csak mondom a nevüknek. Én nagyon imádtam Miss Champion-t, és ő azzal a mondattal indított náluk, hogy azt add másoknak, amit szeretnél, hogy kapjál te is. És ezt ők kitették mottónak, 5. osztályról beszélünk. És én már akkor annyira fontosnak ugyan ezt a gondolatot éreztem, hogy ezt tanítsam a gyerekeimnek, és mikor most lezártuk az évet, és a bizonyítvány jött, akkor írt egy gyönyörű, szép ilyen levelet búcsúnak, és hogy már azért csodálatos egy hosszabb volt, mert te az vagy, aki vagy. És hogy valójában már egy ilyen üzenet egy tanártól, egy tanítótól, ugye, ahogy beszélünk te is, ez a mondatod, lehet, hogy ez az egy mondatod valakihez eljut, akkor már segíthet. És hitet vagy reményt adhat arra, hogy fel lehet építeni önmagunkat a nulláról. Mert azért én ezt így látom, hogy te egy nulláról építkeztél újra. Igen, hát végül is arról kellett, mert előről kellett mindent Igen. kezdenem. És Igen. ha nem tudod magadban, akkor ez nem történik meg. Így van. Hát Edith, nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Még nézem, hogy miket írtak, írja Mónika, hogy szuper. Cél nélkül célra tartani, igen nehéz, írja Antal, ez így van. Egy filmet néztem egyik nap, különben abban volt egy szöktetési terv egy börtönből, tehát a sztori nem ide tartozik, de olyan pontosan megtervezte az illető, és pont erről, hogy írva a képekben, vizuálisan, és a többi, és pontosan úgy történt. És ez a teremtés, mert ugye magunk teremtjük az életünket, ezt tudjuk jól, a jót is, a rosszat is. Úgyhogy ha jó célra tartunk, akkor azt teremtjük, ez az üzenet. No, hát hogy érezted magad, drága Edith, itt a vége az interjúnak? Jól, és észre se vettem, hogy eltelt 30 perc. Hát igen, pedig megtörtént, és tényleg nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy, és ezzel energiát, hitet, reményt, önbizalmat adsz akár másoknak. További sok-sok sikert kívánunk, és majd számolj, bekérlek, hogy ugye mi lett a tervekkel, változásokkal, hát ha 13 év újra hoz valami nagyon újat, ami pozitív értelemben, úgy értem. Abszolút. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy lehetőségem volt arra, hogy elmondjam kis történetemet, és ha már csak egy embernek is segítek, akkor nagyon boldog vagyok. Örülök neki. Közben Zsuzsanna írja, hogy gratulálunk, és örülök, hogy ilyen nagy lépésre szántad el magad. Engem általános iskolába tanított, és aztán mi is kiköltöztünk Kanadába. Úgy érti, hogy te tanítottad őt? Novák Zsuzsi, igen, igen. Novák Zsuzsi, szuper. Igen, tanítottam. Még az öcsikéje itt él. Ó.
Itt van, Erika is írt nekünk. Majd utólag nézd meg, kérlek szépen Jó. az üzeneteket te is, és mondom a nézőknek is, hogy utólag is lehet írni, illetve akár te is reagálsz, hogyha ha van kedved, felkerül a YouTube-ra is, úgyhogy meg lehet nézni, illetve meg lehet osztani természetesen azokkal, akiknek ez segítő energia lehet. Köszönöm szépen. További csodás napot, ugye te 3 órával előbbre vagy, nálunk 12 lesz dél, úgyhogy nálad a 3 óra érkezik, úgyhogy szép napot kívánok. Szia, Edith! Köszönöm szépen neked is. Szia! Köszönöm szépen, drága nézők, hogy itt voltatok ma élőben is, illetve akár a felvételt néztétek. Szerintem egy nagyon megható és bátor beszélgetés volt ismételtem. Bízom benne, hogy sokaknak adni fog. Úgyhogy, ha úgy érzitek, hogy kell a sztoritok a világnak, és írja Zsuzsi, igen, hogy igen-igen tanította. Köszönjük szépen, Zsuzsi. Akkor írjatok nekem. Ugye különböző kategóriák vannak, nevezhetjük így az én palettámon, a wikivitalis.hu oldalon meg is találtok mindent, a weboldalamon, akár riport, akár videó, akár film, vagy coaching, nagyon sokféle dolog. Ezen belül van a kell a sztorid a világnak, tehát ha megírod nekem, info@wikivitalis.hu, hogy neked mi az a sztorid, amivel másoknak tudsz segíteni, amin túl vagy, aminek megvan a tanulsága, amiből megvan a tanítás, megvan az üzenet, és legyen ez bármilyen történet, nem kell feltétlenül akár ilyen erős, mély történeteknek lenni, mert a sok apró történet is nagyon sok tanulságot tud hozni, akkor várlak nagyon nagy szeretettel. A riport élő, úgyhogy nagyon izgalmas és izgatott energia van benne, de annál jobban szárnyaló. Még egyszer nagyon köszönöm, és találkozunk, még nem tudom pontosan, hogy mikor, mert most van szervezés alatt a nyárra több riport, de Angliából is lesz vendégem, én bízom benne, hogy Ausztráliából is, úgyhogy sok minden érkezik. Ó, köszönöm szépen, Mónika, nagyon tetszik, amit csinálsz, nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, tényleg nagyon fontos, hogy azt az energiát is érezzétek, ami rajtam keresztül áramlik, illetve ha kapcsolódni akartok ezzel, akkor várlak titeket nagy szeretettel, tudjátok, szoktam mondani. A kamera túloldalán, én itt várlak titeket. Sziasztok!